Közeledik a házasság hete. Ennek előkészítésére idén is elindították a Szerelmi Kalantúra nevű programot. A szervezést a Családkapocs Egyesület vállalta, míg a megvalósítást a Szombathelyi Egyházmegye segítette. Zalaegerszegen immár hagyományosnak számít az esemény, mellyel a katolikus felekezet a szerelmes jegyes és házas párokat szólítja meg. Nekik 7+1 feladatot kell elvégezniük. Játékos feladatokat találtunk ki a pároknak, ami az első állomással indul, ami a kertváros templom sarkán kihelyezett kis mézes kalács szívecske, és ott lehet fotózkodni. Hogyha ezt a fotót beküldték hozzánk, akkor jönnek a többi feladatok, ami a város minden pontján megtalálható, és garantálom, hogy jól fogják magukat érezni a párok. A szórakoztatás szándéka mellett a szervezők és segítők azt remélik, hogy a játékos erőpróba közben a párkapcsolatok tovább erősödnek. A házasság szentségének méltósága megkívánja azt is, hogy ezzel a házas párok, szerelmes párok és jegyes párok ezzel foglalkozzanak is nap mint nap, hogy a házasságukat, a szeretetüket, a szerelmüket ezt ébren tartsák. Ezért aztán miközben Isten kegyelmét várjuk, hogy ő is segítsen a házaspárokat, látjuk az emberi oldalát is, hogy ezért pedig nekik maguknak a házaspároknak kell tenni. A felhívásra eddig 56 pár jelentkezett. Köztük olyanok, akik évek óta vállalják a kihívást, s közben új élményeket szereznek. Különleges süteményt készített a Móni, hogy az is nagy öröm volt, hogy a tévétorony mellett el volt rejtve egy doboz. És mi ezt az egész dobozt el akartuk hozni, holott ebbe volt elrejtve a következő állomásnak a feladata. Tehát öröm, együtt szereplés, illetve együtt történő hát kalandok. Tudunk arra fókuszálni, hogy milyen jó, hogy vagyunk egymásnak, hogy mennyi örömet tudunk egymásnak jelenteni, és ezek a feladatok, ezek tényleg olyan élvezetesek, meg számunkra megnyit egy újabb közösséget is itt a városban. Tehát magak a feladatok teljesítése során ritkán találkozunk párokkal, de a végén mindig van egy hálaadó szentmise, és akkor látjuk, hogy mennyi sok házas pár van, aki ebbe belevez, és hogy közösen éljük át ezt az élményt. A kalantúrára még lehet jelentkezni. A legjobban teljesítők között egy fődíjat és több ajándékot sorsolnak ki. Az eredményhirdetést február 19-én vasárnap 18 órakor tartják a kertvárosi templomban.